Kisteleki Hanna, Európa-bajnok magyar vízilabdázó. Budapesten született 1991-ben. 2000-ben kezdett vízilabdázni a BVSC-ben. A felnőtt csapattal 2007-ben és 2008-ban magyar bajnokságot nyert, junior VB-n pedig negyedik helyezést ért el. A góllövő listán holt versenyben a dobogó második fokára állhatott. 2011-ben a junior világbajnokságon második helyezett lett, míg 2012-ben a felnőtt Európa-bajnokságon bronzérmes volt. Fantasztikus csapat teljesítménnyel a válogatottal a selejtezőn kivívták az indulás jogát a londoni olimpián. 2014-ben ezüstérmes lett a magyar bajnokságban. A góllövő listán első helyen végzett. A csapatok szavazatai alapján a bajnokság legjobb játékosának választották. 2015-ben magyar bajnok lett. 2016-ban tagja volt az Európa-bajnok válogatottnak. Már 4 éves korom óta vízhez óriási nagy köze van az életemnek, hiszen már akkor elkezdtem úszni, onnantól kezdve 1 évet kajakoztam, és talán megláttam nővéremet nyerni az érmeket folyamatosan a vízilabda sportban, mind a 2 nővéremet, ezek után én is elkezdtem vízilabdázni. Jelenleg az bajnoki döntőre készülünk klubszinten, válogatott szinten pedig az olimpiára. Fantasztikus érzés lesz, hogy az olimpián szerepelhetek, már 4 éve ugye ez megtörtént Londonban, ahol 4. helyezettek lettünk. Azt gondolom, hogy most már egy felnőttebb csapat fog kiállni ott az olimpián, és ez sikerhez vezethet majd.